Egymást érik a csuklós buszok Budapest belvárosában. Nem csak venni, bérelni is szokott ilyen járműveket a BKV. 6 busz egyéves bérlésére tavaly áprilisban írtak ki tendert. Novemberben hirdettek győztest, a legolcsóbb ajánlatot a CR Facilities vagyongazdálkodó ZRT adta. 342 millió 720 ezer forintért biztosították volna a fővárosnak a buszokat. Csak hogy az M4.hu kiderítette, hogy a győztes céget mindössze 7 nappal az ajánlattételi határidő lejárta előtt alapították. A vállalat végső tulajdonosa pedig egy olyan ciprusi offshore cég, amely az M4.hu szerint Leistinger Tamás üzletemberhez köthető. Ő korábban Tüttőkat a szocialista főpolgármester helyettes élettársa volt. Már akkor látszott, hogy korrupciógyanús mutyiról van szó. És ráadásul érintett benne a főpolgármester úr kedvenc helyettese Tüttőkata. A BKV végül nem kötötte meg a szerződést a céggel. A főpolgármester szerint épp a cég zavaros háttere miatt. A Fidesznél azt mondják, a BKV pontosan tudta, hogy kivel szerződnek. A tender közben maga a BKV belső ellenőrzése jelezte a BKV vezetése felé, hogy offshore hátterű cégről beszélünk, olyan cégről beszélünk, amely nem alakult még meg a kiíráskor, amelynek nincsenek buszai, nincsenek alkalmazottai, nincsenek referenciái. Az ügyben végül maga a BKV is feljelentést tett. A rendőrség ma arról tájékoztatta híradónkat, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda folytat nyomozást hivatali visszaélés gyanúja miatt. A nyomozásra hivatkozva a BKV nem nyilatkozott az ügyben. A BKV teljesen szabályosan járt el. Tüttőkata főpolgármester helyettes híradónak azt mondta, sem neki, sem a főpolgármesteri hivatalnak nem volt köze a tenderhez. Én erről az eljárásról akkor értesültem, amikor lezárult, és a sajtóban megjelentek az ezzel kapcsolatos hírek. Tehát én, mint főpolgármester helyettes, semmilyen eljárásban nem folyok bele. Tüttőkata azt állítja, nem kaptak jelzést a BKV-tól, hogy a rendőrség nyomoz a busztender ügyében.